Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 22-én. Nem csak ezen a napon, hanem 10 napon keresztül, és ez eltart augusztus 31-ig. Mit jelent ez pontosan? A mi naprendszerünk is mozog, a központi nap Alcyone. Alcyone a Plejádokhoz tartozik. Alcyone lefordítva azt jelenti, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alcyone nem más, mint a meséből ismert Holle anyu. Amikor egy égi kapu kinyílik, érezzük Holle anyu energiáját. És mi döntünk, kételkedünk mindenben, vannak félelmeink, elfutunk a dolgok elől, vagy hiszünk ebben az energiamezőben, hiszünk magunkban, hiszünk abban, amit mi tervezünk, vagy hiszünk az álmainkban. Az, hogy a mi naprendszerünknek van ez a mozgása, ezt tudták a maják is. És mikor nyílik ki egy égi kapu, az benne van a maja naptárban. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket mutatnak. Ez frekvencia. Mi most a 8. hullámban vagyunk. Ez a 8. hullám eltart augusztus 25-ig, és ebb uralkodik e felett a hullám felett. Ebb annyit jelent lefordítva egy új út, vagy egy kiút, ami fontos számunkra, és hozunk fontos döntéseket ez alatt az idő alatt. A mai nap, tehát augusztus 22-e, amikor nyílik egy égi kapu, ez Imis hatása alatt áll. Imis lefordítva egy sárkányt jelent, ahol kármikus témáink vannak, de jelent vizet is. Ezt az ősi óceánt. Ez szimbolizálja az érzelmeinket és egy belső forrást, ahol hallgatjuk a belső hangunkat, ez az úgynevezett intuíció. Nem csak ezt érezzük ma, hanem azt is, hogy Holle anyu ott van, mint egy ilyen égi anya, és segít nekünk. Óv bennünket. Itt érezzük ezt a kapcsolatot, a belső forrást ezzel az égi anyával. Ez az energiai mező nem csak ezt a bizakodást váltja ki bennünk, és a reményeket, az álmokat, hanem van gyógyító hatása is. Ajánlanám, hogy a mai napon, vagy mindig, ha egy ilyen égi kapu kinyílik, készítsetek egy szertartást, vagy meditáljatok. És ez volt a bepillantás a maja naptárba. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!